az Endless lépéseit mutatom. Jobb lábbal diagonálba előre kezdjük. Jobb lábbal lépünk feldél egyet, bal mellette dobban. Bal lábbal feldél előre, jobb mellette scarf. Na és akkor ezt még kiszínezzük azzal, hogy tapsolunk is hozzá. Tehát lép, taps, lép, taps. Na és akkor ha ezzel meg vagyunk, akkor folytathatjuk tovább. Tehát jobb comb, bal scarf. Itt már elő van a lábunk. Jön egy rock step, jobb lábbal, rock step, visszahelyeztük a súlyt a bal lábra, és megfordulunk egy jobb sasszéval. Jobb sasszé. Ez az első 8 lépés. Kössük össze. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Ezután bal lábbal előre lépünk, és közben mind a két sarkunkat kifelé fordítjuk, és amikor visszafordítjuk, akkor a bal lábunkat fölhúzzuk elől, és jön egy bal sasszé. Bal, mögé, bal. Tehát itt állunk, hogy a jobb lábunk van elől, bal lábbal fordít, vissza, bal sasszé. Ezután jobb lábbal előre lépünk, mind a két lábon fordulunk egy fele, jobb lábbal rúgunk, mellé zár, és ballal lépünk. Egyszerűbben ez egy lábváltás, hogy rúg és lép. Na, akkor ezt tegyük hozzá. Tehát itt állunk, hogy a jobb lábunk van elő, a sasszé után, és 5, 6, 7, 8. Fordít, húz, bal sasszé, kilép, fordul, rúg és lép. Eddig kössük össze. Jobb lábbal indulunk, feldél. 5, 6, 7, 8. Jobb zár, bal scarf, rock step, jobb sasszé. Fordít, húz, bal sasszé, előre lép, megfordul, rúg és lép. Ott tartunk, hogyha jól csináltátok velem, hogy a bal lábunk van elől, és balra fogunk fordulni egy negyedet. Fordul, ez egy stomp, és a sarkunkat emelgetjük. Egy, kettő, három. Ugyanezt megcsináljuk a másik oldalra. Stomp, kettő, három, négy. Tehát még egyszer, itt állunk, a bal lábunk van elől. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Innen pedig tovább fogunk fordulni. Jobb lábbal elől keresztbe lépünk, jobbra, itt fordulunk egy felet, és utána egy jobb sasszéval még tovább fordulunk egy felet, jobb, mögé, jobb. Visszakerültünk ugyanoda, ahonnan az egész táncot elkezdtük, ha jól megfigyeltétek. Tehát, akkor most a dobbantásoktól kezdjük. Tehát a bal lábunk van elől, és fordulunk balra. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, előre lép, megfordul, hátra, sasszé. Nagyon jó, innen pedig már nagyon könnyű. Bal lábbal hátralépünk, jobb lábbal hátralépünk, és egy stellar steppel fogunk megfordulni, vagyis ívben hátra visszük a bal lábunkat, hátra, a jobb mellé, és ez pedig előre. Ezzel vége is van a táncunknak, akkor csak a másik felét próbáljuk, a bal lábunk van előre. És el fogunk fordulni a dobbantással. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Lép, lép, 7 és 8. És innen fogjuk folytatni tovább. Lép. Ennek a második oldalnak az az érdekessége, hogy itt már is lesz egy újrakezdés,
Vagyis amikor eljutottunk odáig, hogy rúg és lép, akkor innen nem fogjuk folytatni ezzel a fordulással, hanem innen kezdődik újra a tánc, vagyis előre lép, dobban, előre lép, rom, step, megfordul. Jó, és így tovább. Nézzük meg az endless lépéseit, mind a 32 lépést egyben. Jobb lábbal kezdünk. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 és 4, 5, 6, 7 és 8. Az a vége a táncnak, hogy ugyanarra az oldalra fogunk nézni, ahol elkezdtük a táncot, oda fogunk visszaérkezni az utolsó lépés sorozatnál. És ezért célszerű, hogy az utolsó lépéssel, ami ugye ez a Taylor step volt, nem fogunk elfordulni, hanem az lesz a lépésünk, hogy megyünk hátra, tehát bal, jobb, és itt nem elfordulunk, hanem jön egy lábváltás, hátra menni előre, és a zenének az utolsó hangjára pedig egy sztompal fogjuk befejezni. Na hát akkor jó gyakorlatot!